Én még soha nem lőttem két gólt a válogatottban, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés számomra. Az első fél időben ugye nehezebben ment a játékunk szerintem, de szerencsére lőttem egy gólt, így egy-egyen mentünk szünetre. És a másik fél időben mi az utolsó percben lőttem egyet, úgyhogy nagyon fontos volt a csapat számára is. Ugye kaptam egy labdát és előrefelé fordultam rá, és utána volt egy csomó helyem a labdát vinni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ellövöm, és gólod. Hát a meccs elején szerintem a koncentráció nem voltunk még teljesen ott a pályán. Úgy éreztem, hogy kicsit megilletődtünk, de a gól után összekaptuk, kapott gól után összeszedtük magunkat, mind fejben, mind játékban, és utána már tudtunk rendesen játszani, amit szerettünk volna. Szerintem az első fél időben volt kimondottan nehéz dolgunk, az első 20 percben, mert nem úgy jöttünk fel a pályára, ahogy kellett volna én szerintem. És, de amikor bejöttünk utána, szerintem már jól ment a játék, és egy könnyebb meccs is lesz én szerintem. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaphattam a csapatkapitányi karszalagot. Úgy éreztem, hogy ez a meccs, az a meccs volt, amikor jól mentek a dolgok. Mind védekezésben, mind támadásban szerintem ki tudtam adni magamra a maximumot, és ennek nagyon örülök. Én így mentem bele a csoportunkba, hogy 9 pontot akarunk szerezni, úgyhogy nekem ez nem meglepetés. Gondolom sok ember nem várta ezt a 9 pontot, de én igenis így vártam. Bízok a csapatban, hogy együtt bármilyen képesek vagyunk. Mindenbe fogunk adni, szerintem, hogyha mindent beadunk, akkor még akár bele.